Móra Veronika üvegszobor nélkül érkezett hozzánk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ez nekem kis csalódás, gondoltam, jól megnézem magamnak. De hát úgyis bevágták a híradóban. Jó, hát a híradóban lehetett látni a díjat, amit a miniszterelnökségtől kapott. Egészen pontosan az EGT és Norvég alapok lezárása, befejezése alkalmában szervezett konferencián, ahova minden kb. 10 programterületnek a lebonyolítóját, működtetőjét meghívták, többek között engem is, hogy beszéljen az adott programban, az adott témakörben elért eredményekről, és ott az előadások után volt ez a díjátadó ünnepség, ahol valamennyi program lebonyolító kapott egy ilyen üvegplakettet. Ugye lássuk be, ez egy bizarr pillanat, mert hogy pont arról az időszakról számolt be, és pont annak az időszaknak a lezárása zajlott most a miniszterelnökség asszisztálásával, amellyel kapcsolatban önöket megvádolták, és amellyel kapcsolatban a kormányzati ellenőrzési hivatal mindenfélét mondott, amit aztán nem tudott bizonyítani. Hát ez valóban így van, viszont mindeközben a Norvég Civil Támogatási Alap a 2013 az indulás óta töretlenül és folyamatosan működött, több mint 400 civil szervezet tevékenységét, projektjeit tudtuk támogatni, amelyek eredményeként kb. 400 ezer embernek az életére gyakoroltunk valamilyen hatást, vagy hát gyakoroltak a támogatott szervezetek, és ez a program sikerrel lezárult, egyébként még tavasszal mi is tartottunk akkor zárókonferenciát, tehát azt gondolom, hogy ami az üvegplaketten áll, hogy a Norvég Civil Támogatási Alap sikeres lebonyolítása, az egy igaz mondat, mert ez egy eredményes és sikeres projekt volt a magyar társadalom, a magyar emberek javára. Lázár János nem így gondolja. A kormányinfon azt mondta, hogy ha őt kérdezik, az ő véleménye az, hogy ez egy sikertelen időszak volt. Hát akkor neki is javaslom, hogy olvassa el a honlapunkon olvasható záró összefoglalónkat és beszámolónkat, amely a számok tükrében megmutatja, hogy milyen projektek valósultak meg különböző hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatása érdekében, környezetvédelem területén, vagy éppenséggel az emberi jogok, a demokrácia elősegítése, vagy előre vitele érdekében. Csodája, hogy nem tekinti sikeresnek Lázár János. Kit gratulált önnek, amikor megkapta a díjat? A norvég nagykövet adta át ezt a díjat. És, a miniszterelnökség részéről senki nem ment gratulálni? Ott voltak a konferencián, de miután az Ökotárs Alapítvány a Norvég Civil Támogatási Alap lebonyolításában közvetlenül a támogatókkal szerződött, ezért a támogatók képviselője adta át ezt a díjat. Ez sokat segített a díjátvételében? Tehát más volt a norvég nagykövettől a díjat elfogadni, átvenni, mint a miniszterelnökség külön díját mondjuk Lázár Jánost? Hát lényegében véve ez azt jelenti számunkra, hogy ez a támogatók által adott elismerés. Mi a támogatókkal mindvégig jó viszonyban voltunk, és megmaradt közöttünk a bizalom, illetve ez remélem, hogy még most is így van, így a program zárásának utolsó momentumaiban. És mint ilyen, hát természetesen a támogatóknak az elismeréseként kezeljük ezt a dolgot. Nem bírom nem szóba hozni, miközben azt gondolom, hogy valakinek a hősiességét számon kérni eleve nem elegáns, másrészt pedig hát ön küzdött eleget, ezt azért, aki figyelte az elmúlt évek eseményét pontosan tudja, de ennek ellenére van az a balliberális véleményvezérek által működtetett rengeteg fórum a Facebookon, amely hát meglehetősen számonkérően fogalmazó azt tekintetben, hogy szabad volt elfogadni ezt a díjat, oda kellett-e menni, lehet-e kommunikálni a miniszterelnökséggel, szabad-e egyáltalán velük szóba állni. Mit gondol erről? Hát én egyrészt azt gondolom, hogy a megsértődésnek és az örök harag soha többé nem állok vele szóba, az egy kicsit gyerekes dolog, és igazándiból nem előrevívő, vagy nem előremutató. Már sokszor elmondtam, hogy nekünk a program lebonyolítása folyamán a legfontosabb az volt, hogy a civil szervezetek érdekében felvállalt munkánkat az a tőlünk telhető legjobban el tudjuk végezni, és én bízom benne, hogy ez sikerült is. Tehát, hogyha ezt az eredményt honorálják nekünk, és mondom, a támogatók honorálják nekünk, akkor azt gondolom, hogy ezt miért ne lehetett volna átvenni. Hozzátéve egyébként még azt is, hogy arról nem tájékoztattak előre, hogy ez a Momentum is a konferencia része lesz, tehát egy kicsit meglepetésszerű is volt a dolog. Mi, ha tudja előre, akkor mit mond? Hipotetikus, tudom, mert igen, hisz nem tudta, hipotetikus. De... Jó, hagyjuk. Történelmi mi lett volna, ha, illetve miből nem történelmi... Miből érjem az Ökotárs?
Több kisebb programunk van, tehát a Norvég civil támogatási alap, ahogy mondom, az idejével első feléig zajlott. Jelen pillanatban alapvetően külföldi magántámogatásokból fut egy közösségszervezési programunk, illetőleg annak az első két éves időszaka is pont most zárult le, aminek keretében 12 helyi közösségnek nyújtottunk támogatást abban, hogy meg tudjanak szerveződni, és fel tudjanak lépni a helyi közügyek érdekében, és alakítsák, vagy befolyással legyenek a saját sorsukra. Emellett van olyan programunk is, amit egy hazai nagy cég támogat, amelynek keretében közösségi zöld felületek fejlesztését támogatjuk is adományokkal. Tehát több kisebb programot futtatunk, lényegében véve azon a szinten és méretben, ahogy a Norvég civil támogatási alap előtt csináltuk. Édes Tova, egy órája tudjuk Kovács Zoltán kormányszóvivőtől, hogy a kormány kezében bizonyítékok vannak, titkos szolgálati eszközökkel megszerzett bizonyítékok a tekintetben, hogy a magyar államiság alapjait veszélyeztető soros terv és a hozzá kapcsolható civil szervezetek mi módon bomlasztják az Európai Unió célkitűzéseit és a magyar társadalom reményeit. Nem pontosan így fogalmazott, de összefoglaltam. Találkozott valaha valamiféle olyan nyomással, amivel kapcsolatban azt kellett éreznie, hogy mondjuk ez nem biztos, hogy egy magyar ember érdeke, vagy hogy ez az itt lévő, itt élő embereknek nem biztos, hogy annyira jó, de külföldről akarták? Nem. Még a kérdésfelvetés is elég vicces, hiszen egy civil szervezet azért jön létre, mert a szűkebb tábgak környezetében valamilyen problémákat, megoldandó kérdéseket lát, vagy legalábbis az esetek túlnyomó részében ezért jön létre. És ezeket a problémákat akarja megoldani, legyen szó a kóborállatoktól kezdve az ételosztáson keresztül az emberi jogok védelmében való fellépésig bezárólag. Nyilvánvalóan akkor ezeket konkrét emberek, konkrét társadalmi csoportok érdekében, vagy az ő életkörülményeik javítása érdekében teszi. És azért teszi ezt, mert a lelki ismerete ezt diktálja. A civil szervezetnél való munkának a legnagyobb szabadsága az az, hogy az ember olyasmivel foglalkozhat, amiről látja, sok esetben nagyon közvetlenül látja, hogy ez másoknak miért jó. És azok a mások nyilvánvalóan elsősorban a Magyarországon élő emberek. Hozzátéve azt is, hogy természetesen vannak globális problémák, mint például az éghajlatváltozás kérdése, és még sok mást említhetnék, amelyekben nyilvánvalóan a civilek nemzetközi összefogásban is dolgoznak, mert másképp ezeket a problémákat nem lehet megoldani. Hát a lobbizás is beletartozhat különböző cégek működésébe és tevékenységük irányába. Tehát valamit elérni, valami célt mondjuk a megbízók által kitűzött célt elérni. Ugye ezzel vádolják Soros Györgyhöz köthető szervezeteket rendre. Most milyen cégekről beszélünk? Hát ki tudja, milyen cégekről beszélünk. Hát ezt még nem tudjuk. Cégek. Ezt még nem tudjuk. Ezt még nem tudjuk, hogy miről beszélünk. Civil szervezetekről, cégekről fogalmunk nincs, mert ugye minden titkos szolgálat és minden titkos. Hát akkor ezre nagyon nehéz egyrészt válaszolni, másrészt pedig... Védekezni is. Igen. Csak azt tudom mondani a továbbiakban is, hogy egyrészt, amit az előbb elmondtam, hogy hogyan és miért működik egy civil szervezet. A másik pedig azok a civil szervezetek, amelyeknek a nevét nagyon sokszor lehetett olvasni mostanában a médiában, beleértve mondjuk az Ökotárs Alapítványt is, teljes mértékben a nyilvánosság előtt átláthatóan működnek. A honlapunkon ott vannak a beszámolóink, a pénzügyi, illetőleg a tevékenységi beszámolóink is, hírt adunk minden egyes eseményről, például arról, hogyha kapunk egy ilyen díjat a tevékenységünkért. Ezekből bárki levonhatja magának a következtetést, hogy ez most kinek az érdekében, vagy miért történik. Az, hogy most indul egy Kovács Zoltán által elmondott valamiféle kampány a következő hetekben. Soros György is a civil világ kapcsán titkosszolgálati eszközökkel. Ez még tud meglepetést okozni? Tehát vannak még olyan civil szervezetek Magyarországon, amelyek támadhatók, nem eléggé átláthatók, nem eléggé világos, hogy mit csinálnak, hogy kinek a pénzéből, hogy milyen irányba dolgoznak. Lehet ezen még valamit facsarni? Hát nézze, Magyarországon dolgozik körülbelül 55 ezer civil szervezet. Ezek azok, akik évente egyszer legalább életjelt adnak magukról, például beszámolót nyújtanak be. Hozzátéve azonban, hogy ennek az 55 ezer szervezetnek körülbelül a kétharmada évi 1 milliós vagy annál kisebb költségvetéssel dolgozik, tehát nagyon pici helyi szervezetekről van szó. Nyilván nem tudok 55 ezer, tehát nem ismerek 55 ezer szervezetet személyesen. De nem is, hogy picik lesznek azok, akik a célpontok nyilván. De azoknál a szervezeteknél, akikkel mi egy
együtt dolgozunk. Én most így nem igazán látom, hogy milyen, tehát ahogy az előbb elmondtam, ezek átláthatóan működő szervezetek, tudni lehet a tevékenységükről, a céljaikról, az eredményeikről, a pénzügyeikről. Tehát én nem tudom, hogy milyen meglepetés jöhet még itt, de hát a meglepetéseknek az a természet, hogy meg szokták lepni az embert. Na hát önt meglepték kellemesen a norvég nagykövet. Gratulálok a díjhoz. Köszönöm És szépen. Köszönöm, hogy beszélt róla. Nincs mit.